Aztán... Csóka Judit meseterapeuta Ausztráliába repítette gondolatban az érdeklődőket a Meseföldrajz legújabb interaktív foglalkozásán. A felnőtteknek szóló programon ez alkalommal az ausztrál élővilágról, kultúráról, történelemről is szó esett. Ausztráliában ugye nagyon sok különleges dolog van, például az állataik, akkor a növények, különleges a maga a vidék, az emberek, az őslakosok. Mindegyikről lesz szó a mai alkalommal. Remélem, hogy a résztvevők is tudnak majd ehhez hozzátenni, és lesz egy ausztrál mese az a kacsacsőrű emlős születéséről. A meseterapeuta azt is elárulta, hogy nem csak közösen tanulnak és művelődnek, de egy kiváló közösséget is alkotnak a rendszeres résztvevőkkel. Itt egy közösség épül minden alkalommal. Vannak már régi csoporttagok, és mindig vannak újak is, és a közös mesehallgatás, a beszélgetés a meséről, az egy ilyen közösséget hoz létre. És szerintem ez nagyon építő a mai világban, amikor sokan vannak egyedül, sokan nem találják a helyüket, sokan érzik magukat magányosnak, és akkor van egy ilyen hely, ahol lehet beszélgetni, közösen énekelni, és mesét hallgatni. Legközelebbi alkalom december 13-án lesz, akkor Magyarország kultúráját, meséit nézhetik meg közösen az érdeklődők Csóka Judittal.